Cseh. Első rész. Az argentin. So they want to get a sound level. Could you say something? Fordítson, fiam. Mit mond? Sorry? They want to get a sound level. Jó. Hangpróbát szeretnének csinálni. Legyen szíves, belebeszélni a mikrofonba. 1-2-H. 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 Yes, unless you would like me to move. No, that's good. As long as that's it, that's fine. Okay, we're set. What if recent United States efforts to help the Latin American people are successful? If the ruling classes agreed to land reforms and tax reforms? If the standard of living could be raised? Wouldn't the message of the Cuban Revolution lose its power? Tegyenek, amit akarnak. Csak az amerikaiakkal ne húzzanak újat. Pofon egyszerű. Nincs más teendőnk, mint megszervezni egy puccsot. Mint annak idején Batista. Puccsal egyetlen nap alatt átvette a hatalmat. A lényeg, hogy magunkhoz ragadjuk a hatalmat. A lényeg, nem a hatalomszerzés, hanem az, hogy mit kezdünk a hatalommal. Úgy bizony. És a puccs megalapozott kell, hogy legyen. Na, uraim. Kezdjünk el enni, Fidelt hiába várjuk. Argentin, gyere, segíts, légy szíves. Én szerintem nem engedményeket kell tenni, hanem feltételeket kell szabni. Bocsánat a késésért. Na, csak úgy megérted, bocskám. Ezzel bocsánat a késésért. Gyere! Jó estét! Jó, hogy megjöttél! Na, ha? Bemutatom Ernestót. Az argentin orvos? Igen, örvendek. És te hozod? Na, üljünk asztalhoz. Gyerünk enni! A kubaiak 20%-a tartósabb munkanélküli. A földbirtokosok 1,5%-a tulajdonában van. A földek 46%-a. A lakosság fele villanyáram nélkül él. És még többen kaibában. Bocsánat, mi az a kaiba? Hogy is mondják másképp? Hát olyan... Viskó. 37%-os az írás tudatlanság. A csecsemő halandóság a legekben. Ráadásul, miközben az önkényuralom spicilijei végeznek mindenkivel, aki csak sorni mer, korruptabbnál korruptabb hivatalnokok dollár 100 milliókat csikkasztanak el az államkincstárból, és helyezik el amerikai meg európai bankszámlákon. Ez minden latin-amerikai országban így megy. Az utóbbi években a külkereskedelmi mérlegünk mintegy 1 milliárd dolláros hiányt mutatta az Egyesült Államokkal szemben. Mit jelent ez? Hogy ez a szegény Karibi-sziget gazdaságilag támogatja a világ legfejlettebb országát. Mint azt José Márti is mondta, ahogy annak idején Spanyolországtól, most az Egyesült Államoktól kell elszakadnunk. Van hajótok? Pénzetek? Még nincs. Katonátok? Eddig 30-at juttattunk át Mexikóba, de lesz még több is. Őrültnek tartasz? Egy kicsit. Nem baj.
Egy kis őrültség belefér. Fidel mélyen hitt benne, hogy ha elindul Kubába, oda is ér. És ha egyszer ott van, harcolni fog. A harcot pedig megnyeri. Így 56 novemberében 82-en útra keltünk Mexikóból egy rozog a hajón. Ebből a 82-ből csak 12-en értük meg a győzelmet. Among Fidel Castro's top lieutenants, one of the most powerful is Major Ernesto Che Guevara. The Argentine revolutionary who became a Cuban citizen and as Minister of Industries now presides over the Cuban economy. Major Guevara is a Marxist, a soldier, a physician, and the author of the classic handbook on guerrilla warfare. He is 36 years old. He has been called the brains of the revolution and the power behind Fidel Castro, though he denies both assertions. Tíz nagyon keserves nap következett. Csak fától fáig tudtam vonszolni magam, vagy a puskatusra támaszkodva. És mintha ez nem lett volna elég, egy olyan katona jött mellettem, aki megrémült, ahányszor csak rám tört az asztmás köhögés. Katonák! Katonák! Erre tart egy nagy csapat katona! Megöllek minket, rejtőzzünk el, gyorsan! Az ott Epifánió háza. Csukd már be az ajtót. Fidel, hol van? Az én nevem Ernesto Guevara. Téged hogy hívnak? Jorge Sotus. Miért? Fideltől azt az utasítást kaptam, hogy az embereiddel vezesselek el hozzá. Te honnan jöttél? Argentinából. Én nem bízom meg senkiben. Ezt a csapatot csak én vezethetem.
Frank Pais arra utasított, hogy Fidelnek adjam át őket. Személyesen neki. Emberek, itt tartunk 5 perc pihenőt. Lebújni, lebújni. Mi van? Mi az? Mi van? Jön Fidel! Szólj a dokinak is. Talpra, gyerünk! Jön Fidel! A komandant. Ébresztő, kelj fel! Gyerünk! Indulás! Fogd a puskát! Gyerünk! Üdvözlöm, fiam! Minden rendben? Na végre! De örülök, hogy látlak. Csak, hogy megjöttél. Jól vagy? Igen, ott van Epifánió. Epifánió, jól vagy? Raúl! Hogy vagy? Jól. Akkor jó, nagyon örülök jó neki. Szevasz! Camilo! Milyen volt a nyaralás? Miféle nyaralás? Ki nyaralt? Örülök, hogy látlak. Almeida! Szevasz! Szevasz, Cseh! Szevasz, Ramirito! Szervusz, örülök, Vilma! Örülök, hogy látlak. Szia! Szevasz, Cseh! Barátom! Szervusz, Szilia! Hogy vagy? Kösz, jó! Figyelj! Fidel beszélni akar veled a Sotussal történtekről. Hagyd beszélni! Ha bármit mondasz, védekezésnek veheti. És az nem tetszene neki. Én rád bíztam az erősítést. Nekem Jorge Sotussal semmi bajom. A fenébe is, Ernesto. Hogy hagyhatod, hogy egy tapasztalatlan vezesse a csapatot? Szabadulj már meg a kisebbségi érzésedtől. Te velünk gyakorlatoztál. Velünk hajóztál ide. Velünk harcoltál, mikor megsebesültél. Vagy te is olyan kubai és forradal már, mint bármelyikünk. Három hadoszlopba tömörülünk. Raúl, te vezeted az elsőt. Almeidáé lesz a második. És Jorge Sotus megkapja a harmadikat. Elvégeztem az iskolát, aztán kijártam a középiskolát is, aztán 2-3 évig dolgoztam szerelőként, aztán voltam tejkihordó, és dolgoztam boxolóként is, tudjátok? Meg vándorcirkuszos is voltam, bűvészkedtem. Többek között. Cirkuszos? Hány éves vagy? 20. Ezek honnan van? Most kaptam! Széliától! Nézd, Szélia Sanchez-től! Magától Szélia Sanchez-től! Ezt cowboy. Nézzétek meg! Süssetek, micsoda csizma! Ja, Istenem! Föl alá mászkál, Fidel. Semmiből nem állna leszedni egy pár őrjáratot. Türelmesnek kell lennünk. Szerintem is pofon egyszerű lenne. Biztos és gyors rajtaütéssel. Nem, ide hallgassatok. Ha csak egy teherautót szedünk le, a hadsereg ráfogja, hogy közúti baleset volt. Ha viszont az uvérói laktanyára mérünk megsemmisítő csapást, azt a győzelmünket már nem fogják tudni eltitkolni. Ez rettenetes lelki csapás lesz számukra. Értitek?
Sotus meg nincs a helyén. De nem tud mozogni, mert kezd pirkadni. Nem tudom, hogy a többiek jó helyen vannak-e. Nem igen látni, mert... Szükségük lesz élelemre. Uvero! A felébe, mellé! Jól vagy? A karomat meg a lábamat érte. Nyugalom. Ne aludjál! Tolstoj a háború és békében azt írja, hogy a hadtudomány szerint egy hadsereg minél nagyobb létszámú, annál erősebb. Másfelől viszont köztudott, hogy bevetésen a hadsereg ereje egyenlő a fizikai teljesítő képességének valami ismeretlen változóval való szorzatával. Ez a változó nem más, mint a csapatszellem, melyet a harci kedv és a kockázatvállalási hajlandóság határoz meg. Akik nagy harci kedvel küzdenek, és azt is tudják, hogy miért. Függetlenül attól, hogy ki ellen harcolnak, illetve hogy katonai zseni vagy átlag ember vezeti-e őket, és hogy bunkósbottal vagy sorozatlövőgép fegyverrel vannak-e felszerelve, az ilyen harcosok mindig a legjobbat hozzák ki a helyzetből. És győzni fognak. Ezt követően Batista hozzákezdett a Sierra Maestra szerte elszórt kaszárnyák bezárásához. Fidelnek igaza lett, ahogy José Martí is megmondta. Akié a Sierra Maestra, azé egész Kuba. Közülünk 6-an meghaltak, 17-en megsebesültek, abból 6 nem tud lábra állni. Almeidával mi van? Ő jól van, itt most látják el. Hozzátok a foglyokat, magunkkal visszük őket. Elnézést, doktor úr. Nincs tapasztalatom az ilyen sérülésekkel, és tanástalan vagyok. Az egyik sebesült erősen fuldoklik. Emberek, indulnunk kell! Gyerünk, 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 erre jönnek! Indulás! Hagyjuk azt! Gyerünk, gyerünk, indulás, indulás! Jól segíts neki, támogasd, jó? Cse, cse! Azonnal indulnunk kell. Sürgősen el kell tűnnünk. Gyerünk, ékes! Te szedd le a fele, egyen meg! Indulás, de rögtön! Indulnunk kell! Emberek, gyerünk! Emeld meg a karját! Izrael Pardo birtoka itt van nem messze. Ernesto oda vihetné a sérülteket. Nem. Majd, ha felépülnek, újra csatlakozhatunk hozzátok. Nagyon veszélyes lenne. Ezek után nyüzsögni fognak a környéken a katonák. Fidel, nincs más választásunk. Még meggondoljuk. Minden esetre legyenek nála a legjobb fegyverek. So Fidel is off attacking towns to the west. Was it frustrating to you as a revolutionary? Nursing 20 wounded men trying to get them inland? Egy vérbeli forradal már mindig ott van, ahol szükség van rá. Nem feltétlenül a harctéren. Előfordul, hogy más feladatot kell ellátnia. Élelmet szerez, kötöz,
kilométereken keresztül cipeli a bajtársát, gondoskodik róla, míg az nem boldogul egyedül. Ez erről szól. Was it during this period that you discovered what you were fighting for? Azt mindig is tudtam, miért küzdök. De annyit mondhatok, hogy ez a menet a sérültekkel 57. júniusában ezt tett azzá a harcossá, aki ma vagyok. Márpedig, ha ez megtörténik, nem marad más választás. Then it seems you can never stop being a revolutionary. Nem áll szándékomban visszavonulni. Be van gyulladva. Ilyenkor nem szabad lefedni. Csupasz reggel kell maradnom a francba. Már itt vagyunk, szedjünk egy kis gajabát visszafelé menet. Hány barátom! Mit keres neki? Itt élünk. Hogy hívják? Izrael. Milyen Izrael? Izrael Pardo. És? Őt hogy hívják? Ő az öcsém, Gile. Ernesto Guevara. Ne vágj már ilyen ilyet képet. Gile? Jól van, Pajti, jól van. Kórházba kell vinnünk. Adj egy kortyot. Van itt valaki megbízható, aki elvinni? Bajosan. A katonák azt terjesztik a lázadókról, hogy gyilkolnak és lopnak. Anyám helybéli, apám haiti származású. Mikor összejöttek anyámmal, egy Juanito Echevarria nevű alak birtokára költöztek. Kaptunk egy darabka földet, hogy termesszünk rajta kávét. De ki kellett gyomlálni, be kellett vetni. És a termés egyharmadát be kellett mindig szolgáltatni Echevarriának. Aztán egyszer csak Juanito fogta magát, és kidobott minket. Mikor apám megtudta, hogy fel is út, le is út, odaállt elé, és megmondta neki kerek perec, hogy ha úgy akarja, elmegyünk. De akkor ki kell fizetnie? Ki kell fizetnie? Mindazt a 4 évet, amit itt ledolgozott neki. Tudjátok, mennyit fizetett Echevarria 4 évi munkáért? 100 pezót. 100 pezót kapott apám 4 év munkájáért. Óvatosan! Tessék. Itt a golyó, amit kiszedtem belőled. Igazi hős vagy. Rendben jövök még. Igen. Make-up. Azt kérdi, fesselje ki a parancsnok urat. Nem, köszönöm. Nem. Biztos? Ugyan már. No, thanks. Egy kis púder esetleg járt. Excuse me. Maybe a little powder. All right. 200 million Latin American that die of hunger. Ezek az emberek.
all these people contribute to the economic greatness of the United States. Revolutions are not exportable. A forradalmat az elnyomás szüli, melyel a latin-amerikai kormányok a népet sújtják. És ebből ered... Én, ha nem dolgozom, ne veszem. Én is dolgozz Kubában. Te meg jó létben élsz. Ez itt én. Menj a francba! Ölce biztos, Kubában! The people of the third world must be able to fight for their own freedom. Even if this means defying the wishes of the Soviet bloc? Még ha ehhez a szovjet blokkal kell is szembeszállniuk? Természetesen. Mi nem. Kuba nem a blokk oldalán áll, hanem az igazság oldalán. Az Egyesült Államok nagy árat akar fizetni azért az együttélésért, ami nem is olyan békés. The United States wants us to pay a very high price for the not so peaceful coexistence that we live in today. És mi hajlandóak is vagyunk megfizetni bizonyos árat a méltóság keretein belül. We are willing to pay the price that takes us to the frontiers of dignity, not beyond. Minek az ENSZ, ha a sorsunk valójában az amerikai államok szervezetén múlik? Egy olyan szervezeten, ami kilökött minket magából, és megszakított velünk minden kapcsolatot. Elnézést. Parancsnok úr. Van még ma rám szüksége? Édes fiam. Senkire sincs minden áron szükség. Nélkülözhetetlen ember meg aztán végképp nincs. Úgyhogy te se hidd, hogy nélkülözhetetlen vagy. Na, menjél! Megvizsgálom egy kicsit, jó? Először is a fülébe fogok belenézni. Rendben? Nagyon sokat dolgozol, és keveset eszel. Próbálj meg minél több húst enni, ha csak lehet. Rendben. Köszönöm, doktor úr. Gyere, Laura. Szervusz, Laura. Anyu, ez a bácsi csaló. Mindenkinek ugyanazt mondja. Kislányom. Hol fáj? Nem, doktor úr, igazából nem fáj semmi. Csak azért jöttem el magához, mert még sosem láttam orvost. Akkor parancsoljon. Most már látott. Elnézést. Ha ide adja a kulacsát, megtöltöm. Köszönöm, Gila. Kérem, doktor úr, hadd menjek magukkal. Ahhoz előtt tanulj megírni, olvasni, te. Megtanulok. Rendben, Gila. De nem vihetlek magammal. Mert még fegyvert sem tudok a kezedbe adni. Nem baj, segíteni akarok. Arra itt van szükség. Jó napot! Jó napot! Honnan jönnek? Bajamagból. Mindenki? Akinek van fegyvere, maradhat. Akinek nincs, az már menjen is. Esteban, gyere csak! Ide hallgass, nem megmondtam, hogy csak fegyveres kell. Ha támadás ér minket, mivel védik meg magukat? Te itt áll. Nem. Ezt honnan szerezted? Hát, az a helyzet, hogy találtam. Figyelj! Figyelj! Hogy is hívnak? Cuervo. Cuervo? Hány éves vagy? 20. Nagyon komoly puskát kaptál. Kiváltságos lehetsz. Ha olyan kiváltságos lennék, meghagyták volna a sajátomat. Nem cserélték volna le erre. Ha kiváltságos lennék, én vezetném a csapatot. Ha én vezetném a csapatot, már rég harcolnánk, nem pedig kirándulnánk.
Bocsásson meg, doktor úr, de mi örködtünk egész éjjel, és nem váltottak le minket. Hatig vártuk a váltást. Nem sikerült kiderítenünk, hol húzzák a lóbört. Mi tartanánk magunkat a szabályokhoz, de nem könnyű. Te, Joel. Nem te szervezted az éjjeli őrséget? De igen. Miért? Mert Omar és Carlos 4 órát őrködtek, és senki sem váltotta le őket. Hogy lehetnek ekkora seggfejek? Nem. Itt te vagy az, aki seggfej volt. Én miért? De hát, Ernesto, nekik kellett volna felkelteniük a váltást. Nem hinteltek róla. Mégis mit képzelsz te magadról, Joel? Ez a te feladatod volt. Te szervezted az őrséget, neked kellett volna biztosítanod a váltást. Cseszd meg! Igenis. Ma éjjel te örködsz 4 órát. Árgus szemekkel. Készen van, Cseh. Esteban elment Cuervóval. Micsoda? Mikor? Körülbelül 1/2 órája. Megpattantak a rohadékok. Bandera, gyere! Esteban és Cuervo meglépett. Meg kell őket keresni. Mi Fidel emberei vagyunk. Élelemre és pénzre van szükségünk. Töltse meg nekem ezt a hátizsákot. Ő a parancsnok. És beszélni akar a lányával. Na, gyere csak! Mindenütt kerestük őket. De hiába. Jól van. Rendben. Az imperializmust persze lehetetlenség legyőzni, ha nem ismerjük fel, hogy a kútfeje az Amerikai Egyesült Államok. A kapitalista rendszerben az emberek láthatatlan ketrecben élnek. Hisznek például az önmegvalósító ember mítoszában, csak azt nem fogják fel, hogy a többség lehetőségeit olyan erők szabják meg, melyekről még csak nem is tudnak. Ez borzalom. Mostantól az elővéd haladjon mindig 100 méterrel előttünk. Őket meg el kell temetni. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Cseh, azt beszélik, hogy óriási harc van az Estrada Palma támaszponton. Állítólag Raúl megsérült, és a hadsereg egyenesen erre tart. Felejtsük el. Be vagyunk kerítve. Csak úgy juthatunk ki innen, ha átkelünk a Turkinon. Én felőlem nekivághatunk. I want you to talk to Chris. He's this guy, his brother. This
Szeretné, ha... És azt kérdé, éljen se. Nem ennyi. Kommandante, bemutatom Eugene McCarthy szenátor urat. Örvendek. Pleasure. Nagyon örvendek. I would like to thank you. A disznóöböl beli inváziót. For the Bay of Pigs invasion. Ennél jobban... There is no better way... Nem is lehetne... To... Szolidaritást vállalni egy nép forradalmával. With its revolution. Mint egy Egyesült Államok által támogatott like megszállással. Egyes gondjainkat az államoknak köszönhetjük. És van, amit saját magunknak. Others are our own foes. U.S. embargo against Cuba succeeded in isolating it from the rest of the Latin American countries? If Cuba's ever to be completely free. Ne csak a cukor miatt legyen fontos. It has to be important not only for sugar, for its sugar. Sir, would the Commandante object to giving me his autograph? Good night. Ez jó kis fogadás volt. Veled akar beszélni. Bocsásson meg. Azért jöttem, mert az egyik emberük egy Lalo Sardinas nevezetű. Odalem van egy csapat lázadóval, és hogyha jön az őrjárat, nekem felgyújtják a házamat, megölik a családomat. Ez nem történhet meg. Kérem, ne hagyják. Nagyon örvendek. Ernesto Guevara vagyok. Magát hogy hívják? Emilio Cabrera. Emilio. Ne aggódjon. Nem esik bántódásuk. Vilo, készüljenek fel az emberek. Megismerkednek Fidel Castroval. Ide hallgass, én mondom. Itt van. Raúl nem sebesült meg. Mi kerítettük be a hadsereget. Azok a kutyák Apá. Meg elmenekültek. Gyere! Hadd öleljenek meg! Támasz! Tessék, ez a tiéd. Isten hozott. Te! Ezeket a parasztokat honnan szedted? Ők a csapatom. Remekül beváltak. De csak halkan mondom, nehogy elbízzák magukat. Hiányoztál, öregem. Itt a kávé. Te, Joel, Fidel megkérdezte, miért nem vagy még hadnagy. Megmondtam, hogy mert nem tudsz írni, olvasni. Hát én szívesen tanulnék. Csak nincs, aki tanítson. Akkor szerezz egy ceruzát, meg egy pár füzetet. Legyenek a zsákodban. Figyelj, Cseh! Ezt az újoncot feltétlenül be akarom mutatni neked. Dr. Martinez Páez. Orvos? Igen. Nagyon örvendek. Úgy szintén. Akkor adok is valamit. Mostantól fogva... felhagyok az orvoslással, hogy felcsaphassa gerillának. Mi? Lemondasz a hivatásodról? Lebizony. Ezek kik? Chibas és Passos. Aláírni jöttek. Mit írnak alá? Politikai egyességet. During the early stages of the revolution, wasn't there a conflict between Fidel and the urban movement? Nekünk ellentétünk csak Fulgencio Batistával és szövetségeseivel volt. Are you saying
You had no conflict with the urban movement. Eltérő volt a harcmodorunk. Ők általános sztrájkkal akarták megbuktatni Batistát, mi pedig fegyveres harccal. És amint láthatja, egyedül a mi módszerünk bizonyult alkalmasnak a megdöntésére. Nos, uraim, az átmeneti kormány először is szabadon engedi a politikai foglyokat, civileket és katonaiakat egyaránt. Másodszor garantálja a rádió és a sajtó teljes információs szabadságát, és szavatol minden személyiség és politikai jogot, amelyek a 40-es alkotmányban szerepelnek. Az átmeneti kormány határidőt szab továbbá az agrárreform bevezetésének, mely rendelkezik majd a földosztásról. Viszlát! Minden jót! Ne haragudj, Fidel, de nem értem, hogy közösködhetsz ilyen bohócokkal. És főleg, hogy paktálhatsz le velük. Ugyanazok ellen harcolnak, mint mi. Nem. Te harcolsz. Ők meg egyezkednek. Rengeteg követőjük van, Ernesto. Velük szemben nem engedhetem meg, hogy elutasító legyek. Meglátjuk, mire megyünk. De az egyszer biztos, hogyha megnyerjük a háborút, ezek kitárják az ajtót a jenkik előtt. Mondok én neked valamit. Ha megnyerjük ezt a háborút, senki nem tár ki semmit senki előtt. Azt garantálom. Gyere. Írd ezt alá nekem. Részvétnyilvánítás Frank Paisnak. Santiagóban megölték a testvérét. Megölték a testvérét. Tedd hozzá, hogy őrnagy. Írd oda, hogy őrnagy. Új hadtestet állítok fel Turkinótól keletre. Lesz 300-osod. Lalo Sardinas, Ramiro Valdés, és Ciro Redondo. Ki kell fárasztanatok Mosquera csapatait. Fárasszátok ki őket. Zaklassátok őket folyamatosan. Ne legyen nyugtuk. Lélegzetvételni se. Alakíts ki támaszpontot El Hombritónál. Világos? Sérült bajtársat senki sem hagyhat a csatatéren. Világos? Aki akár harc közben, akár bárhol máshol elhagyja a fegyverét, az egyedül keresi meg. Aki őrségben elalszik, 3 napig nem kap enni. Érthető? Köszönöm, Ciro. Én még egyet szeretnék hozzáfűzni. És ezt véssétek jól az eszetekbe. A gazdákat tiszteletben tartjuk. Nem nyúlhat senki a terményükhöz. Nem bánthatja senki sem őket, sem a családjukat. Aki ilyet tesz, arra a forradalmi törvényszék sújt le. Luis, gyere csak. Ez a tiéd. Úgy vigyázz rá, mint a kedvesedre. Köszönöm, őrnagy úr. Segítsek, őrnagy úr. Nem kell. Gustavo. Igen is, uram. Vedd elő a számtan füzeted, és állj neki a feladatnak. Én ma teljesen kivagyok, uram. Igen is. What is the most important quality for a revolutionary to possess? A szeretet. Love. Love. Mondok magának valamit, még ha nevetségesnek tartja is.
Egy vérbeli forradalmárt óriási szeretet vezérel. Az emberiség iránt, az igazságosság iránt, az igazság iránt. Egy valódi forradalmár enélkül elképzelhetetlen. A csapata. 140. Ki a parancsnok? Merov Sosa. Ágyú tűz! Gyerünk innen! Futás! Mondjad. Ramiro, menj vissza, és tüzeljetek, míg Lalo Sardinia szakasza elvonul. Mi felállítunk egy második védelmi vonalat. Egy kicsit följebb, a dombon. Olyan 200 méterre. Jó. Menjünk. Menjünk. Gyerünk, fiúk. Indulás. Gyertek. Optimistic about the normalization of relations between Cuba and the United States. Barátság még jó néhány évig nem igen várható az Egyesült Államok kormányával. Az észak-amerikai emberekkel szemben azonban nincs semmiféle ellenérzésünk. Gyűlöletnek nyoma sincs országunkban az Egyesült Államok népe ellen. Őrnagy úr, innen hiányzik egy oldal. Az hogy lehet? A 14. Ez az alap, összetépve. Elnézést, örmögővel. Adódott egy kis gond. Bomb threat at the UN. Mit mond? Hogy bombariadó van az ENSZ-nél. They called the station 30 minutes ago. Mintegy fél órája értesítették a rendőrséget. Hector, te mész Pedroval és a kubai küldöttséggel a második kocsiban, én pedig megyek az elsővel. Nekem az őrnagy úr mellett volna a helyem. Nem kértem ki a véleményed. Őrnagy úr, legmélyebb tisztelettel én azért vagyok, hogy önt védjem. És szeretném, ha megadná erre a lehetőséget. Vagy ha meg kell halnunk, akkor hajunk meg... Senki sem fog meghalni. Nem elég, hogy fegyverrel dezertáltál, és terrorizáltad a környéket. Fosztogattad a szegényeket a forradalom nevében. De voltak falusiak, akiket az árulásod miatt meg is kínoztak, sőt, megöltek Batista katonái. Miért, Esteban? Az árulásért halálbüntetés jár. És te? Te meg visszaéltél a hatalmaddal a felkelő hadsereg hírnökeként. És Almeida parancsnoknak adva ki magad. Megerőszakoltad Juan Carlos Esteves lányát. Egy gyereklányt. Ezért te is halálbüntetést érdemelsz.
Hozzátok ide. Kérsz egy kortyrumot? Roberto, kínáld meg. Van utolsó kívánságod? Hadd gyújjak meg Chávez atyának. Nem tudjuk idehozni a papot. Messze van, és nincs annyi időnk. Egyéb? Akkor kérek még egy kortyot. Adj neki még. Fegyvert válhoz! Célra tart. Tudja meg mindenki, hogy kértem az utolsó keletet! Hűz! Tisztelt elnök úr, tisztelt küldöttek! Sokat fejlődött a világ ebben a táborban, de az imperialista Észak-Amerika megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy a békés együttélés a nagyhatalmak egyedüli kívánsága. Kuba, tisztelt küldöttség, szabad és független. Senkihez sincsen odaláncolva. Nincsenek a területén külföldi befektetők, sem a politikáját befolyásoló helytartók. Emelt fővel jelenhet meg ezen a gyűlésen, a ráragasztott becenévhez hűen. Amerika szabad földje. Az Egyesült Államok az intézményi szabadság védelmére hivatkozva beleavatkozik mindenbe. Eléri még egyszer ez a fórum azt az érettséget, hogy garanciákat követeljen az Egyesült Államok kormányától a területén élő fekete és latin-amerikai lakosság számára, mely hosszú idő után most ébredezik rákényszerített lélekölő álmából. Itt ki kell mondanunk kerekperec a valóban közismert tényt, melyet mindig is felvállaltunk az egész világ előtt. Kivégzések vannak. Eddig is voltak, most is vannak, és ezután is lesznek, amennyiben szükséges. Mi a küzdelmünkben élet-halál harcot vívunk. Ilyen körülmények között élünk. Hála az imperialista Észak-Amerika sarcának. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Hogy van, uram? Jó. Hát a bátyám? Nagyon jó. Téged hogy hívnak? Ő Enrique. A testvérem. Remediosból jöttünk. Benne voltunk a július 26-a mozgalomban. Az volt, hogy én és a barátaim fel akartuk gyújtani a helyi kaszárnya istállóját. Csak az egyik katona felismerte az öcsémet. Úgyhogy eljöttünk ide Fidelhez. És téged hogy hívnak? Rogelio Acevedo. Hány éves vagy, Rogelio? 16. És te? 14. 16 és 14. Nem vehetlek be titeket ilyen fiatalon. És maga mi járatban? Ugyanabban, mint maga. Csak ugyan? Nagyszerű. Tud írni, olvasni? Nem. Tegye fel a kezét, aki tud írni, olvasni. Maga tud írni, olvasni? Igen, parancsnok úr. 6 osztályt kijártam. Nem csak azért vagyunk a hegyekben, hogy lövöldözzünk. Egy írástudatlan országot könnyű az orránál fogva vezetni. Mivel fegyvere egyikőjüknek sincsen, csak 8-ukat választom ki, a többiek menjenek el. Ez nem sétagalop, ez itt vérre megy. Lesz, hogy napokig nem eszünk. A földön alszunk, a szabad ég alatt. A bőrünket visszük a vásárra. Világos ez? Igen. Igen. Világos, amit mondok? Igen. Igen. Biztos? Igen. Ja. Maga lesz a tanárnő. Ő fog tanítani mindenkit. Mi nem csak harcolunk, hanem tanulunk is. Rendben? Ti mit akartok? Gyerekek, ti menjetek? Nem. Nem.
Hogyhogy nem, a fene a fejeteket. Én inkább megölöm magam, de vissza nem megyek. Én sem. Te jó ég. Hallod ezt? Na, elég ebből. Hordjátok el magatokat szépen. Gyerünk! Gyerünk! Várj! Nem lehet, öcsém. Gyerünk, fölállni, föltartjátok a menetet. Itt a puskám. Gyerünk. Ez most hogy kell leírni? A következő lesz a rrr. Na, az nem megy. Nem? Tessék, nézzétek csak. Rrr. Ne haragudj se. Ez a fiú veled akar beszélni. Mondjad. Uram, ez a Camilo, amikor csak meglát, mond rám valami rondát. Hát ez azért... rondát mond rád? Hát gúnyolódik, ami nem esik jól. Hívd ide, Camilo. Ezt nem értem. Nem akartam ezzel zavarni, de tudja, én is ember vagyok, és nem szeretem, ha így bánnak velem. Kinevetnek, gúnyolódnak rajtam. Nem értem pontosan, miket mond, de ne csinálja. Parancsolj velem, főnök. Albertico? Mi a helyzet? Na halljam, akkor miket mond Camilo? Azt, hogy hasba szaró. Hasbeszélő ember, hasbeszélő! Hát ez nem gorombaság. De csúnyán hangzik, nem szeretem. Tudod, hasbeszélő az, aki csukott szájjal tud beszélni. De miért hívsz engem így? Tényleg, miért hívod így? Hát csak mert nagyon jó kis futár, és ahogy jövet menet előadja a híreket, engem a hasbeszélő babára emlékeztet, akinek így jár a keze. Albertico, ez nem sértés. Nem bántásból mondom, te, szeretetből. Egyébként tényleg nagyon jó hírnek el. Igen? Bizony. Komolyan, ügyes, mindig jókor van, jó helyem. Azt meghiszem. Jössz egyet tütögetni velünk? Tökéletes nap ez a mai annak, aki el akarja hagyni a frontot. Aztán talán hetekig nem lesz még egy ilyen lehetőség. No hát akkor. Lépjen előre, aki ki akar válni a csapatból. Álljatok oda. Gyerünk, a beszarik és gyávanyulak jöjjenek ide. Álljatok oda. Oda. Szeretném, ha tudná, hogy nem gyávaságból megyek, hanem mert fáj... Pofa be, szarházi! Az anyám beteg! Utolsó szarházi! Szolgáltassanak vissza mindent, ami a csapaté. Gyávák gyülekezete. Fél órátok van rá, hogy eltűnjetek. Aki legközelebb a szemünk elé kerül, dezertőrnek számít. Israel, Roberto, vigyétek őket. És te, pecskeszörű? Te nem mész? Az is buzi. Még valaki? Na, mi az? Kinőtt a tökötök? Mi még bírjuk. Becsülettel helytáltatok. De ez a harc nektek már túl sok lenne. Veletek kivételt teszek. Ti elvihetitek a holmitokat, adok mellétek vezetőt. És kaptok fejenként 1-10-est. Őrnagy úr. Előre is elnézését kérem, mert nem fog örülni annak, amit mondok. Mi nem azért csatlakoztunk a csapathoz, hogy megalázottan távozzunk. Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy inkább meghalunk itt a hegyekben, mint hogy kudarcot valva jussunk le. És a szívünket is ki fogjuk tenni, még ha belehalunk is. Ilyet még nem pipáltam. A tapasztalt markos legények elgyöngülnek és eliszkolnak. A taknyosok meg fölszívják magukat. Ki érti ezt? Nem az a fontos, aki megy, hanem az, aki marad. És aki majd csatlakozik hozzánk. Ide hallgassatok.
Raúl és Almeida parancsnok velem jönnek. Megnyitják a második és a harmadik frontot. És Camilo lesz az új századosod Szárdinyás helyett. Az anyját. Ez aztán a nagyvonalú forradalom ecsej. Az individualizmusnak, ennek a társadalomtól elszigetelő magatartásformának nincs helye Kubában. But are people built that way? Isn't it really human nature? Könnyű azt mondani, hogy a kapitalizmusban az egyén kiélheti és kifejezheti valódi emberi természetét. A gyereknek, ha egy játéka van, kettőt akar. Ha kap kettőt, négyet akar. Ilyen az ember, igaz? De vajon, ha egy egész társadalom viselkedik így, vagy egy kivételezett kör, akiknek a kevésbé szerencsések ki vannak szolgáltatva, az is természetes? Ez az a pont, amikor cselekednünk kell. And aren't you acting as an individual? Isn't Fidel an individual? Dehogy is nem. Mi is egyének vagyunk, akik felvállalták a vezetés kihívását és felelősségét a társadalom nevében. Sok idejük lesz válaszolni? Mindenki 10 percet kap. 10 percet? Uh-huh. És kintről, a szószékről? Nem, nem, a helyükről. És a válaszadás? Az is 10 perc. Uh-huh. A helyemről? Nem, a szószékről. Kormányomnak semmi köze ahhoz, hogy kubai körökben nap mint nap azzal táplálják a nép reményeit, hogy közzéteszik a forradalmárok csapatmozgásait, akik kiskaliberű fegyverekkel kísérelnek meg szembeszállni egy olyan hadsereggel, mely nem titkoltan, saját bevallásuk szerint is a legmodernebb atomfegyverekkel van felszerelve. The collective and individual actions of the governments of this hemisphere to restrict trade with Cuba are defensive measures taken in response to Cuba's continued promotion of subversion and violence elsewhere in this hemisphere. We do not support or condone hit-and-run attacks against ships in the Cuban trade or against other targets in Cuba. The surveillance flights are authorized by the resolution approved by the Organization of American States under the Rio Treaty on 23 October 1962. A legmesszebb menőkig téves az a vád, mely szerint Venezuelában népirtás zajlik. Arról nem beszélve, hogy egyenesen abszurdum és tűrhetetlen, hogy Kuba képviselője megkérdőjelezi Venezuela szuverenitását, a venezuelaiak egyedüli és kizárólagos sajátját. Egy valóban szabad népét, melynek szabadon választott kormányának legitimitását az egész világ elismeri. A kubai forradalom tragédiája az, hogy valóban nagyszerű mozgalmukat nem voltak képesek jogrendszerben intézményesíteni. Vezetőik szarvasimát követnek el, amikor mérhetetlen önhitségüktől elvakítva nem támaszkodnak olyan jellegzetes helyi előzményekre, mint amilyen az 1910-es mexikói forradalom is volt. Én, aki annak idején több évig is éltem Kubában, és talán még jobban is megértem a kubai nép fájdalmát és szenvedését, mint maga Che Guevara. A panamai kérdéssel kapcsolatos arrogáns megjegyzésére válaszolva végszóként csak annyit mondhatok, te csak ne kelj az én védelmemre!
fedezékbe velük, gyorsan! De ne futva, ne fussatok! Polo. Igenis. Vigyétek a foglyokat hozzád, és tartsátok ott őket. De Polo, nem bántalmazni senkit sem szóban, sem tetlegesen. Világos, Roberto? Igenis. Gyerünk, talpra! Indulás! Cseh! Szírót meglőtték. Fejbe lőtték. A holttestét nem tudtuk elhozni. Beszélhetnék önnel egy pillanatra, uram? Ezek nagyon jól szervezettek. A vártnál is jobban? Sokkal jobban. Van iskolájuk, kórházuk, nyomdájuk, még áramfejlesztőjük is. Hónapok óta itt lehetnek. Mihez kezdjünk ezzel? Gyújtsuk fel. Menj el Minas del Frióba, és rendezd be kiképzőtábort. Minek? Azt akarom, hogy saját kezűre képezd ki az újoncokat. És mi legyen a csapatommal? Azt egyelőre majd Ramiro átveszi. Ugye tudod, hogy pár napon belül rajtunk ütnek? Ez fontos. Nem értelek. Ez most fontosabb. Tiszta sor, mester. Hiszem, ki más is volna alkalmasabb? Hm? Mondd meg. Senki, barátom. Figyelj, majd ha az egésznek vége, Kubának és a forradalomnak még nagyobb szüksége lesz rád. After the loss of El Embrido, Fidel took away your column and sent you to train new recruits. Nem. Did you feel it was a demotion? Was that what you thought at the time? Még ha más véleményem voltam is, akár ha a lefokozásnak vettem is, tudtam, hogy Fidelnek megvan rá az oka. Az egyszer holt biztos. And around the same time, many others were trying to do this in a more peaceful way. Igen. Fidel támogatta is az általános sztrájkot, de az nem volt számára kérdés, hogy az ellenséget csak is mi győzhetjük le. At the outset, a lot of the other rebel groups didn't share Fidel's belief that agrarian reform was the core principle of the revolution. What was the turning point? How did he finally bring them around? Az április 9-i sztrájk kudarca után nem volt már többé kérdés, hogy a július 26-ai megmozdulás az egyetlen, ami megdöntheti Batistát. Ez a vezető dolga. Meggyőzni a népet, hogy osztozzanak az elképzelésében. Are you a leader? Do you get people to share your vision? Ma rádöbbentett, hogy szívesebben kerülök szembe katonával, mint újságíróval. Felbújtónak tartanak minket, akik azzal akarnak babért szerezni, hogy ellehetetlenítik Batistát. Mi nem ezt tartjuk magunkról.
Mi egy kis hadsereg vagyunk, ami napról napra nőttön nő. Fidel kell, hogy legyen az egész forradalom főparancsnoka. De ezzel nagyon finoman kell előállni. A kommunista párttal való kapcsolatunk még mindig nyugtalanító számukra. Sikerült támogatottságot szereznünk Fidel személye számára, mint a forradalom egyszemélyi vezetője. Külföldön ő közülünk az egyetlen ismert alak. Senki sem mondja azt, hogy a síksági megmozdulás Fabatkát sem ér. De mi, itt a hegyekben, biztosan tudjuk, hogy pusztán Batista megdöntésével nem ér véget a diktatúra. Batista hadseregét is meg kell semmisítenünk, hogy nem érhessenek több csapást az országra. A Szovjetunió fennhatósága alatt állni semmivel sem jobb, mint az Egyesült Államoké alatt. Latour, te még mindig a gyarmatosítottak fejével gondolkodsz. Kuba felett nem lesz külföldi fennhatóság. Kuba a kubaiaké. Én megpróbálkozom a néppárti sztálinistákkal, de nem hiszem, hogy dűlőre jutok velük. Megértjük, Faustino. Éppen ezért is szeretnénk mindig bevonni a lehetőséget. Sztálinistákat? Mostantól fogva a síksági sejtek irányítása a Sierra Maestrai szabad csapatok rendelkezésére áll. Fidel Castro lesz az összevont fegyveres erők főparancsnoka. Hadd gratuláljak, Fidel. A mai nappal Amerika nagyjainak nyomdokaiba léptél. Ezzel a lépéssel bizonyítod a világnak, hogy igenis lehet a nép támogatásával, fegyverrel hatalmat szerezni. Nem én egyedül. Mindegyütt. Ezt nem valósíthatnám meg egy szál magamban. Szervezz egy új arcvonalat. Ha ez a hadjárat végre elindul, le akarok szállni a hegyekből a síkságra. Egyesítened kell a felkelő csapatokat. Bevesszük Las Villas-t, és ketté osztjuk a szigetet. Camilo saját hatáskörben vezeti a csapatát ugyanarra. Nem győzhetünk Havannában. Még nem a miénk Las Villas. Nehéz lesz elérni, hogy az egyes csoportok összedolgozzanak. Úgyhogy be kell majd vetned a politikusi tudományod. És még annyit, hogy tudom, milyen vakmerő vagy. De ne légy mindig a tűzvonalban. Alapember vagy számunkra. Ez parancs. A tisztelt nicaraguai küldött úrnak annyit mondanék, hogy bár nem értettem pontosan a kiejtésről szóló eszmefuttatását, de ha minden igaz, Kubáról, Argentináról és a szovjet oroszokról volt szó. Minden esetre remélem, hogy a nicaraguai küldött úr fülének az én kiejtésem nem angolos, mert az lenne csak a vészes dolog. Az egyszer biztos, hogy nálunk nincs olyan gyilkosság, mint amilyeneket jelenleg is elkövet a venezuelai politikai rendőrség, amit Digepolnak hívnak, halljuk az értesüléseim. Ez a rendőrség sorozatosan követel barbár kivégzéseket, más szóval gyilkosságokat. A panamai küldött, aki volt olyan kedves és csekként emlegetett, ahogy a kubai nép szokott, a mexikói forradalmat hozta szóba, míg Kuba felszólalt a panamai vérfürdővel kapcsolatban. A panamai delegáció egy szóval sem említette beszédében a mészárlást. Mely miatt a panamai kormány megszakította a kapcsolatot az Egyesült Államokkal. Mr. Stevenson van még hátra, aki sajnálatos módon nincs jelen.
Stevenson úr ismételten állítja, hogy nincs törvénysértés. Repülőgépek és hajók nem indulnak innen, és a kalóztámadásokhoz természetesen semmi közük. Állítólag nem tudnak semmiről semmit. Már az imperialisták követelését megelőzően miniszterelnökünk 5 pontban határozta meg a Karib-térség békéjéhez szükséges feltételeket. Ezek a következők. Először is. Függesztessék föl a kereskedelmi embargó és mindaz a gazdasági nyomás, melyet az Egyesült Államok a világ minden táján érvényesít Kubával szemben. Másodszor. Szűnjön meg minden romboló tevékenység. Légi és vízi úton történő fegyver és robbanószer kereskedelem. Zsoldos csapatok szervezése. Kémek és felforgatók beáramlása és minden egyéb működés, mely az Egyesült Államok vagy cinkosai területéről indul. Harmadszor. Szűnjenek meg az ismert Egyesült Államokbeli és Puerto Ricói támaszpontokról történő kalóztámadások. Negyedszer. Szüntessék be felségvizeink és légterünk megsértését az észak-amerikai harcászati repülőgépek és hadihajók. Ötödször. Számolják fel a Guantanamo-i támaszpontot és adják vissza az államok által megszállt területeket. A nép megelégelte és cselekvésre szánta el magát, hogy egy gigászi menetben kivívja valódi függetlenségét, amiért nem kevesen haltak már meg. Hiába. Mindez, tisztelt küldöttek, az amerikai kontinens újrarendezésének igénye egyetlen kiáltássá formálódik, és nap mint nap hangzik fel a tömeg torkából, mely cáfolhatatlanul elszánta magát a harc mellett. A fegyveres behatolót megbénítva kinyilvánítatik, hogy miénk a világ minden népének támogatása, élén a Szovjetunió vezette szocialista táborral. Ez a kiáltás pedig haza vagy halál! Az ott Las Villas, a felhők mögött. Camilo néhány hete érkezett, és egyből átvette az irányítást. Nagyszerű. Látom, megkaptátok az ellátmányt. Igen, köszönjük. A térség összes csoportosulása közül egyedül a kommunista párt nyújtott segítséget. Ez nem lep meg. A legtöbb csapat az egymás elleni harccal van elfoglalva. Menoyo pár hónappal ezelőtt kivált a vezérkarból, és megnyitotta a második frontját. Azóta Kiki saját területet jelöl ki, és nyílt ellenségesség van a felek között. A július 26-a mozgalom milyen állásponton van? Menoyo nemrégiben találkozott Viktor Bordonnal. Én szerintem mind a két fél fegyveres összetűzésre készül. Készek vagyunk együttműködni a július 26-a mozgalommal minden katonai hadműveletben. Mi több? Még az agrárreformot is támogatjuk, ha és amennyiben észszerűen hajtják végre. És jövedelmező lesz. A birtokosokat rá kell kényszeríteni, hogy használaton kívüli földjeiket adják el a parasztoknak. De valódi értéken. És a föld árát te állapítod meg? Hogy fog egy nincstelen paraszt földet venni? Na jó, de hát... Akkor mondd meg, mit akarsz. Csak úgy adjuk oda, hogy elherdálják, mint Mexikóban, azt ne, nem, azt ne. Dehogy nem. A föld az, aki megműveli. Az a baj, őrnagy úr, hogy az agrárreformot van felhatalmazása végrehajtani. De a második nemzeti front a birtokadót továbbra is szedni fogja. Menoyo, a vidék mindannyiunké. Nem kell más tennünk, csak harcolni érte. Csak hogy a vezérkar arra az egyre nem hajlandó, hogy bármilyen szinten együttműködjön Menoyóval. Mi soha nem fogunk banditákkal egyezkedni. Egyetlen helyőrség sem maradhat talpon. De Guinea de Miranda a miénk, azt nem támadhatják. Mi tapasztaltabbak vagyunk, és több a fegyverünk.
Azt hiszed, az amerikaiak karba tett kézzel fogják ezt végignézni. Értsd meg! Itt nem szabad mindent ennyire nyíltan csinálnunk. Ezek szerint te is azt hiszed, hogy forradalmat csinálhatsz az Egyesült Államok háta mögött. Nagy tévedés. Egy valódi forradalmat nem lehet eltitkolni. Én többre vagyok képes a 400 puskámmal, mint te a kis puskagránátoddal. Még akkor is, ha annyira tökös a csapatod. Ide hallgass, Penye. Ha nekem valaha is fegyvert kell fognom a bajtársaimra, én azonnal felhagyok minden harccal. Ha 5 napon belül nem veszítek be Guinea de Mirandát, megtesszük mi. Ernesto Guevara őrnagy vagyok. Ő Ramiro Valdez őrnagy. Ő pedig Victor Bordon százados. Mindössze 3 mondani valom van. 1. Mostantól fogva én vagyok a vidék egyetlen, kizárólagos parancsnoka. 2. Megköveteljük a szigorú fegyelmet. A 3. pedig, hogy a harc egyre hevesebb lesz. Ezért, aki nem kész életét áldozni a hazájáért, leteheti a földre a fegyverét, és elhagyhatja a csapatot. Azonnali hatálya. Tűz. Felkészültél? Ah! Köszönöm. Mondd meg Oltuszkinak, hogy a pénz jó célt fog szolgálni. Rendben. Elnézést. Santa Clarában köröz a rendőrség, és le akarnak csukni. Nekem itt kell maradnom, nem megyek sehova. Rendben. Itt maradhatsz és dolgozhatsz a gyengélkedőben, mert nálunk senki sem lógathatja a lábát. Szeretném, ha tudná, hogy az elmúlt 2 évben a háttérben mozogtam. Bombát, fegyvert és menekülteket vittem mindenfelé. Szerintem ez feljogosít arra, hogy harcolhassak. Rendben. Az utóbbi időben elkezdtünk adót kivetni a nagybirtokosokra, és kell valaki, aki beszedi ezeket. Kezd ezzel, aztán majd meglátjuk. Köszönöm. Ramiro, tedd meg ezt a lányt adószedőnek. Rendben. Végül létrejött az együttműködés a többiekkel, mintha csak végigment volna egy hullám. Ahova csak megérkeztünk, tártkarokkal fogadtak minket, és sokan csatlakoztak is hozzánk. And you took a lot of towns in less than a week. Isn't it now called the Lightning Campaign?
De igen, csak ez a harc vagy 100 éven keresztül érlelődött már. És ott, ahol a nép gyűlöli a kormányát, nem nehéz bevenni egy várost. Egy golyószóró, 180 géppuska és 9000 töltény. Viktor, röpítsd a levegőbe a Kamaiguan hidat. A Kamaiguan hidat? Most? Igen, most. Na, hogy ment? Nem tudtam beszedni a pénzt. A Placetasi rendőrség is köröz. Rogelio. Igenis. Kísérd a hölgyeket a táborba. Egy pillanat. Bocsánatot kérek, de... Én ezeket a városokat ismerem, mint a tenyeremet. Hadd legyek én a vezető. Van már vezetőm. Nyugodj meg. Én tudom, hogy velünk vagy. Ne keseredj már el. Nincs miért aggódnod. Nem lesz semmi baj. Kabaigant ismeritek? És mondd meg Miliannak, hogy készítse az embereit, megtámadjuk a helyőrséget. Rendben van. Cse, muszáj lesz tetanuszoltást adnunk. Ne, attól rám jöhet az asztmás roham. Elég egy pár aszpirin. Ön nagyúr, ő a Caridad del Cobra Isius, Kuba védőszentje. Segítse az útjukat, ha van. Köszönjük, de már annak is örülünk, ha Placetasig elsegít minket. Mi van vele? Nagyon fáj? Kicsit, de ez hozzátartozik. Tessék, a karjára. Köszönöm. Leestem a tetőről. Azt hogy csinálta? Most beszéltem Fidellel. És? Santiago már a végét járja. Már csak Santa Clara áll az útunkba Havanáig. Batista oda fogja küldeni, aki csak él és mozog. Épp ezért, amint bevetted Remedioszt, én meg Jaguahajt, mehetünk együtt Santa Clarába. Add csak ide. Tudod, mit csinálok, ha győzünk? Kalitkába zárlak. Járom veled az országot, és pénzért mutogatlak. Gazdagok leszünk, öcseim! Miért csatlakoztál a mozgalomhoz? Hát, egyetemista voltam, amikor Fidel megtámadta a Moncadát. És amikor elhangzott tőle, hogy a történelem fel fog menteni, tudtam, hogy ő az, aki megdöntheti Batistát. Méghozzá fegyverrel. És ez nagyon megtetszett. A családod melletted áll? Természetesen. Az unokatestvéremet megölték. A hadsereg egyre durvább, különösen az általános sztrájk óta. Szerintem megijedtek, mikor meglátták, hogy ennyi ember összefogott ellenük. Te nem tűnsz kommunistának. Miért? Milyen egy kommunista? Hát nem ilyen, mint te. Sokfélék vagyunk. Kubában maradsz a forradalom győzelme után? A feleségem és a lányom Mexikóban van. Rájuk is gondolnom kell. Világos. Vérés
vagyok. A forradalmi hadsereg nem olyan, amilyennek hiszik. Aki leteszi a fegyvert, annak nem esik bántódása. Maradjunk kapcsolatban, vége. Santa Clara nem küld erősítést. Ezeknek annyi. Cseh, figyelj, megoldottad a problémát, és tartottad magadat, megbeszéltek ez az emberemmel? Szólj, vetted, ha vetted, tiéd a szóvétel. Camillo, én tökéletesen hallak téged, de nálad akadozik a lemez, le kéne cserélni, vétel. Meddig leszel még Jaguahájban, vétel? 3 napig, legfeljebb 1 hétig, vétel. Minél tovább húzódott az időt, annál melegebb lesz itt a helyzet. Vétel! Figyelj ide, eszedbe ne jusson nélkülemnek indulni, hallod? Úgy igazságos, ha néha osztozunk a dicsőséget, vétel. A dicsőségen osztozni még csak-csak, de hát egy argentinnal. Ne tegyél már velem ilyet! Vétel és vége. Vettem. Örülünk, hogy eljött hozzánk, ezredes úr. Santa Clara hadereje rendelkezésére áll. És rendelkezésemre tud állítani egy kávét is? A világ legjobb kávébabjából, ezredes úr. Foglaljon helyet. Sinfuegos wanted you to wait for him, but you kept going. Why? Santa Clara volt az utolsó erődjük. Havannát már csak ez az egy kötötte össze az országgal. Ugyan napok óta nem aludtunk, és 9-szeres fölénnyel szálltunk szembe, akkor és ott veszélyesebbnek bizonyult volna biztonságban bevárni Camillo csapatát. Santa Clara népe! Ernesto Guevara őrnek beszél. Az ellenség félelemben akar tartani minket, de nekik van félnivalójuk. A katonai rezsim napról napra nehezebb helyzetben van, mert a katonái nem akarnak harcolni. Santa Clara, ha létezik alkalmas pillanat arra, hogy kivívjuk a szabadságunkat, ez most az. Ez a pillanat most érkezett el. Légi támadást intézünk az egész környék ellen. Kifüstöljük a rohadékokat. Sajnos halott. Cseh! Takard le lepedővel. Kellene még segítség. Aleida! Válságos az állapot. Szólját Kamahuaniba, hogy küldjenek még orvosokat.
Halló. Parancsnok úr, Rogelio az a vasútállomástól. Mondd, Rogelio. Parancsnok úr, elfoglaltuk a vasútállomást. Biztonságos? Nagyszerű. Akkor 15 emberrel menj a Toscano és San Pedro közötti szakaszra, és várjatok ott. Rendben. Kocsival jó ráfaragtunk. A golyószóró miatt meg se tudjuk közelíteni. Gilének és Ramirónak. Melyik a legmagasabb pont? A templom az utca végén. Akkor azt kell elfoglalni. Foglaljátok el a templomot! Mehetsz! Hagyd neki! Hány házon kell átmennünk? Öt. Vágyarító az rengeteg? Hagyd neki, öcsém, keményed! Gyorsan le kell rombolni! Vakerító, gyere már le onnan, Chess, meg eltalálok! Gyere már le! Maradj itt! Szerzés emberei a szálloda tetején vannak. Leszették Vakerítót. Tamayo! Mi történt?
Megölték Vakerito törnagyúr. Az hogy lehet? Helyezkedni próbáltunk, és felmásztunk egy tetőre. Hát nem fejbe lőtték nekem. Ott helyben meg is halt. Vigyétek a kórházba. Tamayo, te vezeted az öngyilkos osztagot. A falakon át kell jutnotok a templomig. Ezért most megfizetnek. A lázadók bevették magukat a városba, és a harckocsik nem jutnak át a barikádjaikon. Fenébe. Hívja fel nekem Havannát. Küldjenek erősítést Cienfuegosból. Visszaveszik a várost kerületről kerületre. Utcáról utcára. Egy egész zászlóval jöjjön. Hova? Én nem harcolok tovább. Elegem van ebből. Hoppá. Az hova megy? Engedjetek ki! Távozik még valaki? Tüzet szüntes! Mondja meg az embereinek, hogy tegyék le a fegyvert. Rangon alulival nem tárgyalok. A pisztolyát még nem tette le? Adja ide a pisztolyt. Csatolja le az övét. Megmondtam, hogy nem tárgyalok rangon alulival. Rendben. Szó sincs tárgyalásról. Parancsnok úr, szavamat adom, hogyha visszamehetünk Havannába. Egyetlen fegyvert sem sütünk el. Én hiszek az adott szóban, de nem hagyhatom többé, hogy kubaiak vérét ontsák sem itt, sem máshol. 15 percet kap, hogy az embereivel együtt megadják magukat. Máskülönben a maga lelkén szárad minden további vérontás. Ejha! Oh. Küld el Camilónak Jagbahájba. Alajda, gyere csak! Telefonálj oda! Tűzszünetet tartunk, hogy begyűjthessük a sérülteket és a halottakat. Azt ajánlom, adják meg magukat. Inkább a halál!
Mit képzel? Hova megy? A parancsnokuk azt akarja, hogy halálukig harcoljanak. Mi nem akarunk több kubai vért ontani. Tegyék le a fegyvert! És megkíméljük az életüket. Add a fegyvered! Gyerünk! Na jó. Az ezredes úrral felderítő útra megyünk, hogy felmérjük a helyzetünket. Álljanak ellen, míg vissza nem jövök. Világos? Parancsára, uram! Dezertőröket agyonlőni. Ez kicsoda? Sánchez, a rendőrkapitány. A rendőrségen kínzó eszközöket találtunk. Van egy ötletem, hogyan vehetnénk be a szállodát. Hallgatom. Bízz csak rám. Gyerünk! Camilo bevette Jaguarhajt, és erre tart a csapatával. Most kaptuk a hírt rádión, hogyha minden igaz, Batista külföldre menekül. Igen, uram, már is. Cantillo tábornok van a vonalban Havannából. Köszönöm, távozhat. Igen, tábornok úr. Ezredes, személyesen az Egyesült Államok nagykövetével tárgyalok. Most én vagyok a hadsereg főparancsnoka, maga Fidel Castro megbízásából. Tűzszünetre felhatalmazom, de nem adhatják meg magukat. Semmilyen körülmények közt nem adhatják meg magukat. Parancsára, tábornok úr. Százados, beszélnem kell Guevarával. Megkérdeztem Fidel Castrót. Semmiféle egyességet nem kötött Cantillóval. Ez forradalom. Nem pedig puccs. Vagy megadják magukat feltétel nélkül, vagy bevesszük a helyőrséget erővel. És a vérontásért maga lesz a felelős. És számítson rá, hogy az Egyesült Államok kormánya várhatóan katonailag is be fog avatkozni. Márpedig, ha ez bekövetkezik, még nagyobb lesz a bűnük. Mert akkor már idegen megszállást támogatnak. És akkor hazaárulásért az egyetlen, amit tehet, hogy önként főbelövi magát.
Guevara úr, ezt meg kell beszélnem a feletteseimmel. Most van 10:19. 11-kor kiadom a parancsot a támadásra. Parancsnok úr! Hazamehetek a családomhoz? Nem. De hát már győzött a forradalom. A háborút nyertük meg, a forradalom csak most jön. Csomagoljatok! Holnap indulunk Havannába! Te is jössz, Alajna! Szükségem lesz vezetőre. De Havannában nem vagyok járatos. Én sem. Az úr üdvözölni akar. Köszönjük mindazt, amit Kubáért tett. Nem, nem én. Ők itt mind. Készüljetek! Holnap indulunk Havannába! Azt mondja, egy katonai ülésre indult Havannába, ahol megoldják az ország összes gondját. Megmondtam neki, hogy ilyen gyilkosok itt többet nem oldanak meg semmit. Mikor megtudta, hogy elét hozom, összehogyozta magát. Könyörgött, hogy másnak adjam át. Mit kezdjek ezzel az alakkal? Tartsátok hadifogságban, majd a törvényszék elítéli. Parancsnok, különleges őrizetben legyen. Rendben. A rohadék. Gazember. Nem hallok semmit. Megfordulok, és ott ül Roberto a jeep padlóján gránáttal a kezében, hogy gyuttacsos túl a csehén. Na ne szórakozz már. Rám meg úgy néz, mint valami beszarira. De mikor kiszállt a kocsiból, esküszöm játszotta az eszét a gránáttal a kezében, de a lába közben így reszketett. Járni se bírt, úgy kocogott a térde. Így ment, és egyszer csak... Hirtelen, fönnakadt a szem, és puf, ájultan vágódott el a gránáttal a kezében, gyuttacsos túl minden estén. Hát ez óriás. Jó mit. Nem semmi. Kinek van tüze? Nekem nincs. Hé, ez az enyém. Na jó van. Akkor hát? Indulok a fővárosba. Mindent köszönöm. Havannában találkozunk. Még szép. Ernesto? Na, vigyázz magadra. Na ne. Miattam ne aggódj, pajtás. Ultimately, what we can say is that the revolution has moments of complete madness. A munkáda laktanya elleni támadás. The attack, for instance, a Granma vízre szállása. The attack against the Moncada garrison, the expedition of the Granma. A harc folytatása maroknyi emberrel. The continuous struggle of this small group of men that were. A diktatúra utolsó rohama elleni védekezés a Sierrában. The resistance against those last attacks by the dictatorship in the Sierra Maestra. Las Villas elfoglalása. The invasion of Las Villas. A nagyobb városok bevétele. The taking of the key cities. Ha az ember egyenként elemzi ezeket, if you analyze each one of those things, arra következtetésre jut, hogy nem teljesen épeszű dolgok. The conclusion that there was craziness involved. Szóval? Velünk jössz? Igen. Egy feltétellel. Mi az? Ha Kubában győzünk, elvihetem a forradalmat egész Dél-Amerikába. Te sem vagy teljesen komplett. Ilyet én még nem láttam. Hát a rizs. A rizs a legfontosabb. Ha csak egy kicsit is tovább főzöd, akkor már nem... Elnézést. Jó. Tessék. Parancsnok úr, van rám szüksége ma este? Édes fiam, hihetetlen vagy. Zokon vetted, amit a múltkor mondtam.
Bocsánat, nem is tudom, hogy gondoltam. Ugyan már, fiam. A szívünk csücske vagy, ahogy mondani szokták. Köszönöm, parancsnok úr. Jó éjszakát. Szívodj fel. Jó éjszakát. How does it feel to be a symbol? Miféle jelképnek? A symbol of the revolution. Én csak annyit mondhatok, hogy tisztában voltunk vele, hogy a megváltást képviseljük Latin Amerika számára. És minden tekintet, elnyomóké és elnyomottaké egyaránt, mind ránk szegeződött. In January of 1959, how old were you? 30. Parancsnok úr! Ez Rogelio. Állítsd meg! Rogelio. Tessék! Rogelio. Igen, állítsuk meg! Miféle kocsi ez? Ezzel megyünk Havannába. Ki engedte ezt meg? Csak úgy elvettem. Egy orvlövészé volt, cseh. Ne csezz itt nekem, Rogelio. Még ha magáé Batistáé, akkor sem kötheted el. Most azonnal visszafordulsz és visszaadod. Aztán irány szépen Havanna. Busszal, dzsippel vagy gyalog. Én inkább gyalogolnék, mint hogy lopott kocsival menjek Havannába. Indíts! Az eszem megáll. Silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Magyar hangok. Fekete Ernő, Csankó Zoltán, Nagy Ervin, Anger Zsolt, Kovács Lehel, Tompos Kátya, Szabó Máté, Molnár Levente, Makranci Zalán, Mesterházi Gyula, Huszár Zsolt. A szinkront a Gamma Home Entertainment megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Su agujero de honor, su canción. Dejarán el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y de animal, y en vez de lágrimas echar, con plomo llorará. Alzarán al hombre de la tumba al sol y el nombre se repartirán fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra fusil.